Jó reggelt, sziasztok! Van-e hangom képen egy 1-től 5-ig légy szíves jelezzetek már nekem? Szuper, 5-öseket kapok, jól van. Még egy pici technikai beállítás. Ezzel mindig szenvedek. Tehát ezt már megszokhattátok tőlem. Hát jó reggelt kívánok mindenkinek. Harmadik naphoz érkeztünk, ugye van egy 90 napos tréning sorozat, ami egy átfogó képet ad, hogyha te esetleg akarsz az interneten dolgozni, akkor milyen lépéseket kell követned. Gondolkoztam rajta, így beszélgettünk munkatársakkal, hogy ugye a 90 napban mit tegyünk bele, és hát arra a következtetésre jutottunk, hogy ne rohanjunk vele. Tehát lehetne így ledarálni, de inkább egy kicsit így Ábrahám szavaival élve, ugye az elébe betettem egy ilyen Ábrahám Hicks videót, és ő is azt mondja, hogy nem szabad erőltetett lépéseket tenni, hanem lazán, mókásan kell ezt is. Hát aki ismer engem, az tudja, hogy mókázni azt tudok, tehát én úgy próbálom ezt nektek előadni, hogy látjátok, nem is vagyok öltönyben, meg nyakkendő, bár hogyha szeretnétek, fölveszem bármikor, de nem az én stílusom már, hanem inkább átvettem a Davidék és a David Sharp, David Wood stílust, szeretek egy kicsit ilyen lazábban, úgyhogy remélem jól vagytok, tegyétek fel a lábatokat az asztalra nyugodtan, kortyoljátok a kávétokat, teátokat, kinek mi van. Remélem egészséges kávé, tisztok, egészséges teát, majd méregtelenítő teákat, vagy egy jó séket. Aztán ugye ceruza papír remélem van nálatok, és hát egy óvatosan haladunk bele a sűrűjébe. Ugye, aki most kapcsolódik be ezekbe a tréningekbe, minden reggel elmondom ezt, hogy lehet majd barangolni a videók között, tehát az én blogomon föl lesz rakva úgy, illetve már ugye fönn vannak a videók, hogy előre-hátra lehet majd lapozgatni, aki esetleg gyorsabban akar haladni, az úgy pörgetheti majd a videókat, aki lassabban, az vissza is tekinthet. Én mindenkinek azt javaslom, hogy ezt a szakmát én szakmának veszem, azt is elmondom mindjárt, hogy miért, ezt úgy kell megtanulni, mint annak idején, mikor a nyelvet tanultuk. Nem tudom, ti tanultatok-e még oroszt, az én korosztályom biztos ismeri még azt, hogy nem angolt kellett tanulni, hanem oroszt, és volt egy tanárunk nekünk, aki úgy tanította, hogy mindig egy szót megtanultunk, így sokszor el kellett mondani, aztán még egy szót, aztán visszatérni az első szóra, utána a másodikra, utána mondott egy harmadik szót, aztán vissza a másodikra, elsőre, és így utána egész napi 10 szót kellett megtanulni. Ez egy nagyon jó módszer volt, nem tudom, alkalmazzák-e még. Ugyanígy lehet mondatokkal, de én ugyanígy javaslom a magát, ezt az egész szakmát megtanulni. Ugye bárkinek bármilyen terméke vagy szolgáltatása van itt az interneten, azt el tudja adni ezeken a lépéseken keresztül. Honnan vagyok ennyire magabiztos? Működik a dolog. Minden nap hívnak föl, most már többen is, szeretnének velem beszélni, természetesen van rá lehetőség, de általában mindenkit ráirányítok a blogoldalra, a hírlevelekre, feliratkoztatok embereket, és tulajdonképpen már amikor fölhívnak, akkor teljesen ismernek, tudják, hogy mit csinálunk. Még egy alap pár olyan kérdést föltesznek el, de általában csak annyi a kérdés, hogy hol kell regisztrálni, és ugye hol kell vásárolni, mert a bizalmi híd kialakítása a legfontosabb dolog. Úgyhogy hát erre invitálok benneteket, nyugodtan hívhattok ide bárkit, külsőst is, aki szeretne esetleg eladni bármit az interneten, szeretné termékét, szolgáltatását úgy tálalni a nagy közönségnek, ahogy tényleg napra készen információkkal mi is tesszük. Ez egy folyamat, mindig is hangsúlyozom, hogy mi a folyamatban vagyunk benne, és lehet, hogy amit most mondok, azt lehet, hogy majd a, mit tudom én, egy 30 nap múlva már korrigálni kell, mert annyira változnak a különböző technikák. Ugye mi egy ilyen virtuális házat építünk itt az interneten, és hát ugye a legjobbat kerestük, kutattuk, és egy évvel ezelőtt rátaláltunk a vírusblog rendszerre, amit hát tulajdonképpen már kifejlesztettek, és létrejött a híres Kátu program, ami hát folyamatosan minden nap valami meglepetést hoz nekünk. Most is különböző alkalmazások kerültek ugye bevezetésre. Hát egy nagyon izgalmas történetben vagyunk benne, tényleg a folyamatnak az elején vagyunk, de már ezzel az információval, amit mi tulajdonképpen megosztunk, vagy aki már ugye csatlakozik és építi a saját kis virtuális házikóját itt az interneten, az már ugye betekintést lát ugye magába a siker kifőzde videóiba, ahol na, tulajdonképpen a lépéseket már elkezdheti. Tényleg volt egy érdekes élményem, illetve több is, kimentem ugye nagyvilágba,
hogy át kellett ruccanom Szegedre, és hát találkoztam barátaimmal, osztálytársaimmal. Sajnos egy ilyen búcsúztatást kellett csinálni, az egyik barátunk elment sajnos, és hát úgy összejöttek a 30 éves barátok, osztálytársak, és úgy végignéztem a barátaimon, és úgy hát nem volt jó érzésem olyan szinten, hogy persze jó érzés volt találkozni velük, de hát nem voltak lelkesek. Nem voltak abba a lelkesek, hogy amikor, tudjátok, az a 18-20 éves habitus, majd megváltjuk a világot, hogy mi lett abból a megváltjuk a világot, ugye, tudatállapotból, és hát nem volt az a világ megváltó életforma. Voltak barátaim, akik ugye hát a szakmában maradtak, ugye én építész vagyok, vízépítés tanultam, és hát én nem maradtam a szakmába, de a barátaim, akik ott maradtak, mind egytől egyik vezető beosztásba kerültek, és mindet egytől egyik elküldték a munkahelyről. Valakit tegnap küldtek el, valakit 5 évvel ezelőtt, vezető beosztásból, hangsúlyozom, tehát nem akármilyen beosztásból, egyszerűen egyik napra a másikra azt mondták, hogy köszönjük szépen a munkát, lehet máshova menni. Hát nem tudom, nektek milyen érzés lenne, vagy esetleg átéltétek-e már ezt. És hogy miért mondom ezt? Ugye kérdezgettük egymást, hogy te mit csinálsz, és hát én mit csinálok? És hát most szerintetek mit mondtam? Én csak annyit mondtam, hogy gyerekek, én lehet, hogy nem váltottam meg a világot, de szabad ember vagyok. Akkor megyek oda, és akivel szeretnék. Nekem ez a világ megváltó ötletem támadt, és én ezt elértem. Tehát én csak ennyit mondtam. És hogy mit csinálsz? És akkor, láttalak az interneten. És akkor ugye beindult a dolog, egy pár kérdést kellett, ugye kérdésre kellett válaszolnom, de tulajdonképpen tudták, hogy mit csinálok már. Rögtön rámentek az internetre, megnézték, és ez a szépség ennek az egésznek. És hát ugye, ahogy ott álltunk, ugye hát ez egy szomorú dolog volt, bár én nem úgy fogom föl, ez egy kapu, ugye egy átlépés, ugye álltunk ott a sír mellett, és azon gondolkoztam, hogy akiket így ugye elbúcsúztatunk, mit hagynak örökségül. És hát egy kapaszkodjatok meg, így egy jó érzésem támad, hogyha talán majd én is elmegyek valamikor, ezt nem lehet megúszni, vagy te a kamera túloldalán elmész, vagy mit hagysz itt? Nem viszed a mercidet, nem viszed a házadat, sőt, van egy jó hírem, az adósságaidat se viszed, viszont, hogy mondjam, itt hagyhatsz egy nyomot. Itt hagyhatsz a gyerekeknek, az unokáknak egy nyomót, és ez maga az a ház, amit mi építünk itt az interneten. Talán azokat a blogbejegyzéseket, a videókat, amik a gondolataid naponta, a feljegyzed, ez egy hatalmas kincs lesz. Meg fogjátok látni. Honnan tudom? Tudjátok, nagyon jó, benne vagyok a Herbalife életformában, és hát ott volt egy nagyon jó trénerünk, ugye Jim Rohn neve, biztos ismerős, és szerintetek a Jim Rohn mit hagyott hátra értékű? Azt, amit azt mondta, hogy ezt, ez egy olyan érték, ami nem lehet pénzbe kifejezni. Hát súgok nektek, a könyvtárát hagyta ránk. És hát egy olyan információ, DVD, különböző hanganyagok, PDF formátumok és maguk a könyvek, amik a Jim Rohn gondolatai, ezt ráhagyta magára a Herbalife disztribútorokra. És hát nekem a tulajdonomban vannak ezek az anyagok, úgyhogy ezeket megosztom veletek. De hatalmas érték. Sokkal nagyobb érték, mint hogyha, mit tudom, küldött volna a gym mindenkinek, mit tudom, hány ezer dolláros csekket, ami úgyis elfogyott volna. De ezt visszük tovább. Visszük tovább a gondolatainkba, és talán már emlékezni fogunk rá. De az igazi érték az, amit ebbe a kis úgynevezett kalatúházba, én úgy hívom, értéket hagysz hátra. Ugye ez a 90 nap arról szól, hogy építs föl egy olyan házat, egy olyan alapházat, ami alapján, ha megtalálnak téged, akkor megismerik azt, hogy ki az a Nisztor Vilik, vagy ki az a Fajta Viktor, Ungi Anikó, vagy a Rigó Piroska, és sorolhatnám bármelyikőtöket, és ha annak az olvasónak, aki rád talál, és ennek is megvan a módja, hogy hogyan találjon rád, tetszik, amit te kínálsz, tetszik az egyéniséged, akkor azt mondja, hogy ő vásárol tőled. Ennyire egyszerű ez a dolog. Ez egy kicsit egy bizakodással, nem kicsit, nagyon lelkessé tesz engem, és ezeket a kis apró trükköket adjuk át tulajdonképpen a 90 napon. Mi történt az elmúlt két napban, vagy az amúgy a harmadik nap, és hangsúlyozom, mindig a munkanapról beszéltet folyamatosan, hogy haladunk bele.
Ugye az első nap arról szólt, hogy legyen meg a víziód, legyen meg az a előre tekintésed, hogy mit szeretnél 90 nap múlva elérni. Aztán ugye mivel szeretnéd elérni, hogyan szeretnéd elérni, hogyan kommunikálod ezt az egészet. Ugye van egy terméked, ide több üzletből vagytok, különböző network hálózatokból, vagy szolgáltatóktól, és ugye szeretnétek valamit árusítani. Na most ezt nem, mint hogy kommunikálod, neked kell a legjobb termék fogyasztónak, vagy forgalmazónak, tehát neked kell a legjobb, így mondják az okosok, hogy legyél a termék terméke. És egy picit itt megállok, hogy ugye remélem tudjátok mi az, hogy te legyél a legjobb termék, vagy te legyél a termék terméke. Aki tudja, hogy mit jelent ez, az írjon már be ide egy ötöst. Aki tudja mi az, hogy hát én legyek a legjobb termék fogyasztó, vagy termék terméke. Lássák rajtad, hogy te mit képviselsz. Hogyha te autót árulsz, akkor amilyen márkát árulsz, avval járjál természetesen. Nem nagyon röpködnek az ötösök. Na, azért, mert akkor lehet, hogy nem tudjátok mi az, hogy legyen a termék terméke. Bármilyen termékben vagy, én például most nagyon komolyan a szálkásítási programba, testsúlykontroll programba belemásztam, ugye hát képviselnem kell magát a Herbalife-ot, és hát ugye egy ducin nem lehet kiállni, és jelentem, már elég jó eredményeket értem el, pici, rövid idő alatt is, és nagyon sokan csatlakoztak, főleg régi fogyasztók, illetve ők is hoztak már új fogyasztókat, és aki nem tudja, ugye én párhuzamosan mutatom be, hogy ugye mivel és mit forgalmazunk tulajdonképpen. Amivel az, ugye a Kalatu programmal építjük a házat, ugye az Empire Networknek a Kalatu rendszerével, és hát ugye kinek milyen üzlete van, arról a termék skáláról ír. De az legelső lépés az ugye, hogy folyamatosan, ahogy te eszegeted, iszogatod, fújod, kened a termékeidet, használod, erről egy ilyen naplószerű dolgot írsz. Most nagy divat a videó vlognak nevezik tulajdonképpen a videoblogolás. Mondok egy példát, Avatar című filmet láttátok, biztos most volt a televízióban, kedvenc filmem egyébként, mert kicsit hasonlít a mi munkánkhoz. Mi is tulajdonképpen az interneten egy avatárok vagyunk, akik ugye egy kicsit más ruhába, de mégis magunkat adjuk, és ugye mutatjuk azt, hogy mi mit csinálunk, és ott is van egy ilyen hasonlat tulajdonképpen, belebújsz az avatárod bőrébe, és videoblogokba kellett ugye dokumentálni a főhősnek, hogy ő hogyan végzi a munkáját. Tehát te is tulajdonképpen naplózol. És ezen a 90 napon keresztül, ahogy eszed, iszod, fújod, kened a termékeidet, úgy látszik meg egyre jobban rajtad, és ennek a hatásait folyamatosan ugye publikálja, mint egy videó naplózás. Most sokan kérdezik tőlem, tőlem fölhívott egy nagyon-nagyon kedves hölgy, már nagyon régen figyel, és azt mondta, hogy szerdán becsatlakozik, nagyon boldog vagyok tőle, és ő mondta, hogy azt mondja, Vili, mennyi időt vesz ez igénybe, hogy naponta úgy karba tartson ezt az oldalt? Hát mondom, figyelj, de tulajdonképpen attól függ, hogy hogyan csinálod. Ha te írsz, akkor annyi időbe kerül, mennyi sort írsz le. Hát most max. Egy óra hosszába belefér, nekem még a videokonvertálás is. Legyen egy óra, másfél óra, szerintem az bőven elég ahhoz, hogy folyamatosan növekedjen a te oldalad. Tényleg? Szerintem ide nekem ugye a blogot. És az mennyibe kerül? Ugye mindig ez a kérdés is. Hát most őszintén $25 egy olyan értéket ad itt a Kalatu rendszerre, amit nem lehet igazán pénzbe kifejezni. Tehát én egy kicsit csodálkozom is rajta, vagy csodálkozom rajta, hogy ez csak $25 kerül. Úgyhogy ha neked nincs még ilyen Kalatu házi kód, akkor itt a videó alatt lesz majd egy link, ott rá tudsz csatlakozni, és akkor rögtön meg tudod vásárolni, és van egy ilyen oktató kis videó is, hogy hogyan kell ugye beregisztrálni. Ezt csak azért mondom, ugye, mert videóra rögzítem ezt a reggeli meetinget is. Tehát tulajdonképpen arról szól a dolog, hogy van egy olyan házad, ahol tudsz lakni, és folyamatosan ugye belakod az interneten. Na most itt is egy picit megállok, mert ugye, ahogy viszem a Herbalife oldalt, hát ugye megint ugye működik a rendszer, telefonon fölhívnak, hogy mikor vagyok otthon, mert szeretnének jönni sékér, multivitaminér, és tehát így effektíve vásárolni akarnak. Írjatok már ide egy tízest, aki szereti az ilyen telefonokat, ami önműködően működik, eszével passzív, vagy produktív jövedelemnek, hogy hát jó napot kívánok, én vagyok a vásárló. Tudjátok, ez egy jó érzés, és ugye kopognak az ablakon a megbeszélt időpontban,
kintom az ablakot, és az egyik nagyon kedves barátom, nagyon régen láttam már, informatikus egyébként, és mondja, hogy láttalak az interneten, és úgy eszembe jutott, hogy milyen jó volt a terméked, és most úgyis jön a tavasz, fürdőruha szezon, kis pocit le kell adni, és akkor ugye elkezdjük újra. Ez nagyon jó érzés, hát higgyétek el, ez egy szuper dolog. Ezért is mondom egyébként, hogy ha valamilyen szolgáltatásban benne vagy, főleg termékeseknek mondom, főleg régi motorosoknak, hogy nem mindig az újakat kell hajkorászni, hanem a régieket, akik már valamikor vásároltak tőled, ha csak azoknak a 10%-a vásárolna, most hangsúlyozom, a régi motorosoknak mondom, akkor te nyugodtan hátradőlhetsz. Tehát ugye hány olyan vásárlás van, amikor már abba hagyják, mert mondjuk helyre jönnek, vagy lefogynak, vagy elérik az áhított eredményt, és akkor úgy abba hagyják, mert másra költenek. De aztán ugye úgyis visszajönnek, mert ugye újra visszajön esetleg a betegség, vagy mit tudom én, a súly is, hogyha nem figyel valaki, akkor vissza tud jönni, és de tud valamihez, valakihez nyúlni. És ide van nagy szerepe annak, hogy legyen egy blog oldalatok, mert ő tulajdonképpen a hírlevelek, és hogyha rá van csatlakoztatva a fogyasztód a hírlevelekre, akkor mindig ott vagy neki a háztartásába. Állandóan kap tőled valamilyen információt, és ezek az információk arra jók, hogy ő úgy érezzi, és úgy, így is van egyébként, hogy mindig fogod a kezét. Mindig a különböző napi szintű információkat oda teszed, és ezekben a hírlevelekben például azért nem érdemes folyamatosan eladásról beszélni, ne érezze a te úgymond kuncshaftod, vagy a te vásárlód, vagy inkább úgy mondom, hogy a virtuális barátod, aki nem találkozik esetleg személyesen, ne érezze azt, hogy te állandóan le akarsz nyomni a torkán valamit. Ne érezze azt, hogy te csak azért küldöd a leveleket, mert mit tudom én, mert vegyem már valamit. Hanem ugye, mikor a barátoddal találkozol, nem tudom, a Zsila Laci itt vagy-e, általában itt szoktál lenni, milyen lenne, hogy a Rozsnyóra kimennék, és akkor a Lacikám az jó lenne, hogyha még egy vírusbog akadémiát úgy bespájzolnál, vagy jó lenne három őrbelepséget úgy megvennél, mert az úgy pont kifutná a rozsnyói utamat. Nem tudom, Laci mit szólna hozzá, de lehet, hogyha, mit tudom, én úgy beszélgettünk, hogy tudja, hogy én ezzel foglalkozom, valamikor lehet, hogy magától, valamelyik ismerőse, aki látja, hogy mondjuk, mit tudom én, nagymamája, hogy beteg, és akkor lehet, hogy túlsúlytól beteg, lehet, hogy eszébe jut, hogy hát a Vili megfoglalkozik ezzel. Tehát értitek, mire gondolok, hogy a barátodnak azért nem akarsz lenyomni a torkán valamit, vagy találkoztok, mentek egy moziba, vagy egy plázába, vagy csajok elmentek plázázni egy picit, és akkor úgy odasúsz, hogy figyelme, van ám egy jó termékem, az úgy vedd már meg. Hát nem tudom, hogy mit szólna. Tehát a levelezések, a hírlevelek, azok nem csak arról szólnak, és ezért kell többet is csinálni, amikor az aktuális névnap, szülinap, természetesen oda teszitek a hírlevelekbe, hogy szia, látom, hogy ma van a születésnapod. Csak egy trükköt mondok, érdemes születésnap előtt küldeni egy videót, hogy szia, látom, hogy van nem sokára lesz a szülinapod, de én nem akkor akarlak megköszönteni, amikor van, mert az úgy olyan muszáj érzet, hanem én most úgy eszembe jutottál, és én most szeretnélek megköszönteni. Vagy csak úgy, például van egy nagyon kedves ilyen internetes ismerősöm, az Andrea, akinek úgy néha oda szúrjuk egymásnak, hogy boldog szülinapot. Akkor mindig az van, hogy úgy eszünkbe jutottunk egymásnak, és csak annyi, hogy boldog szülinapot. És ezért nagyon jót mosolygunk, de érzi az Andrea, vagy bárki másnak is, akinek ilyet küldök, hogy úgy az eszembe van, és gondoltam rá. Ezek lehet, hogy ilyen pici dolgoknak tűnnek. Nem tudom nektek, mi a véleményetek, de ez szerintem nagyon nagy dolog. Most képzeld el, hogy nem csak azért írsz rá, mert el akarsz adni neki valamit, hanem mert úgy esetleg kíváncsi vagy. Vagy David Wood az egyik formulájában írja, hogy ő szokott kérdéseket föltenni. Szokott olyan kérdéseket föltenni, hogy kíváncsi a fogyasztóinak a véleményére. Ha valamilyen terméket mondjuk kiad a Dév, akkor az így megkérdezi ugye a vásárlókat, hogy ez egy érték lenne, hogyha most tudom, lenne valami szeózási trükköket bemutató, vagy bármilyen ilyen. Például, hogyha benne vagytok valamilyen bizniszbe, kérdezzetek, hogy odaírod, hogy most kijött egy új, mit tudom én, fogyókúrás dolog, a fogyókúra segítő készítmény, például most ugye Herbalife-nek kijött egy olyan anyag, ami
És nagyon jókor jött ki, amikor ugye szeretnek az emberek eszegetni, és ugye amikor valaki fogyókúrázik, akkor nem nagyon szeretne úgy nasizni, vagy szeretne nasizni, csak nem mer, mert hát biztos hízni fog. És most például, hogyha valaki megeszi a húsvéti sonkát, de bekap egy bizonyos tablettát, egyébként itt is van nálam egy ilyen kis jó kis tabletta, nyugodtan meg lehet enni a zsíros pacalt, vagy a zsíros sonkát is, mert nem fog följönni kilósz, sőt, még fogyaszt is, mert ugye összeszedi a termékben lévő anyag ezeket a zsírokat is, és méregtelenít. Most képzeljétek el, húsvéti sonkával méregteleníteni. Tehát ez is egy ilyen jó dolog, és hogyha én ezt most megkérdezem a fogyasztóimtól, az esetek többségében azt mondja, hát persze, küldj már egy ilyet, mert hát igen, szeretnék a húsvéti sonkából, kis tojáskával, pixanámival, meg kimivel ünnepli ugye a húsvétot eszegetni, de azért úgy nem szeretnék úgy hízni. Hát ez egy jó, nem, hogy megkérdezni. De ugyanúgy nézzél szét a te terméked közül, hogy van-e olyan dolog, amivel lehet kérdéseket feltenni. Hogyha ez értékes információ, írjatok már ide egy tízest, mert szerintem ez egy jó dolog, hogy úgy kérdezzetek a jelöltektől. Na most ugye megyünk bele ez a harmadik nap, ez ugye arról szól, hogy legyél a termék terméke, ez mindig minden egyes tréningben benne van, mert ugye ez az alapja az egésznek. Vásárold meg azokat a termékeket, amiket ugye népszerűsíteni szeretnél, és ugye az alappal mindenképpen rendelkezz. De legyen meg az agyadban az, hogy oké, én ezt komolyan gondolom. Na most ugye keresztkérdés, írjon már ide egy egyest az, aki ezt az üzletet tényleg komolyan gondolja, vagy a saját üzletét komolyan gondolja. Na nézzük, röpködnek az egyesek. Ha komolyan gondolod ezt a bizniszt, akkor ugye az a komolyan gondolás, nem tudom, tudjátok-e mit jelent, ugye, hát all in. Tehát az azt jelenti, hogy oké, akkor én fölteszem erre az életemet, hogy fölteszem legalább azt, hogy úgy lássák az emberek rajtam, hogy én ezt tényleg komolyan gondolom. Nem az, hogy hát most egy kicsit csinálgatom, de majd jön egy másik biznisz, akkor most hirtelen azt fogom csinálni. Azt is csinálom egy darabig, jó, megszedem magamat, ha sikerül, aztán átvágok egy pár embert, megyek tovább. Vannak ilyenek. Tehát nézd meg magadat, hogy te mennyire vagy elkötelezett. Jelentem, én 16 éve Herbalife-ot fogyasztok. Én nem mentem át más fogyókúrás bizniszbe. 16, illetve most már 17. éve minden reggel egy ilyen Herbalife koktél az én reggelim. Eszembe se jut, hogy mit tudom én most a Vemmának a sékét igyom, vagy mit az MV-nek. Holott biztos, hogy nagyon jók ezek, én úgy elköteleztem magam. Ez biztos egy hülyeség, nem tudom, hogy én szeretek így elköteleződni. Ez egy jó érzés, nem? Természetesen, hogyha valami gigszer lenne, lehet, hogy mit tudom, hogy átvándorolnék egy másik céghez, sőt, már rúgtak is ki a Herbalife-ból, mert ugye rosszaságokat csináltam, tehát én egy ilyen fene gyerek vagyok, de attól függetlenül én betartom a Márkiusz utasításait, aki azt mondta nekem, hogy figyelj, de Vili, ha nem kapnál egy fillért se érte, akkor is ajánlanád el a termékeimet. Na persze, és én ezt itt ragadtam, de én ezt csak így őszintén mondom el, hogy hát én ilyen vagyok. Aki tudja, ugye benne voltam, meg most is benne az iVoV-ba, ott is úgy elköteleződtem, hogy én ebbe a terembe tartom a képzéseimet. Tarthatnám máshol is, de ameddig ez a terem létezik, ha persze majd megszűnik, akkor már átmegyünk a Hangoutba, vagy valami másba, de én most itt ebbe érzem jól magam. Na most ezt azért mondom őszintén, mert a blogjaitokban nektek is őszintének kell lenni. Amikor tévedsz, akkor kiírod, hogy hát basszus, ezt elcsesztük, eznek ez az eredménye, de érezzék a barátaitok, meg akifele kommunikáltok, a bizalmi hida, hogy alakulgat ki, hogy hát te is emberből vagy, és vigyázni kell, nem szabad hazudni, tehát véletlenül se. Elcsesztünk valamit, kiírjuk, elcsesztük. Ha nagyon jó dolgot csináltunk, azt is elmondjuk. Sírunk egy kicsit, nevetünk, tehát ez a lényege, ugye reggel néztem David Sharp egyik videóját, és ő ezt mondja, hogy szóval ne legyél profi. Nem baj, hogy te nem vagy profi. Nem szeretik az emberek a profikat. Az emberek az embereket szeretik. Azokat az embereket, akikkel tudnak azonosulni. Aki a elállófülű, mit tudom én, kitört fogú embernek a videóját néz, és lehet, hogy ő is olyan, akkor már ő avval fog azonosulni. Aki, mit tudom én, piros hátterű, vagy narancssárga hátterű, fekete pólós, ilyen fölálló hajú emberrel tud azonosulni, az engem fog fölhívni. De aki
mit tudom én, ez ilyen visszataszító, hogy hogy néz ki ez a piros háttér, az majd mit tudom én, fölhívja a mást, akinek mondjuk szép színes háttere van, például valamilyen Petinek hívek, és hirtelen nem tudom, neki gyönyörű ilyen hegyvidék van a háttérben, a Lionessnél van ugye a Peti, akkor ő azt fogja fölhívni. Tehát most ezt azért akarom ezt sugallani nektek, hogy nem kell megijedni, ha te nem tudsz még ilyen profin esetleg beszélni, vagy nem jó a kiejtésed, vagy tök mindegy. Az a lényeg, hogy csináld ezt a 90 napot, egyed a termékeidet, fogyasztod, fújkáljad, csináljad a kommunikációt, és szépen naplózzál. Na most nagyon jó lesz ez, mert ugye 90 nap így is úgy is eltelik. Megcsinálod a 90 napot, és vissza tudsz nézni. Hangsúlyozom, lapozgatósra csináljátok meg, és ti is tudjátok, ugye még belülről utána tudod szerkeszteni, képeket tudsz rátenni, meg, tehát tudod ezt színesíteni, és a következő 90 napot majd ez egy magasabb fokozatba ugyanezt meg fogod tudni csinálni. Miért kell ez? Ugye te vagy a termék terméke, naplózol, minden nap csinálod a dolgokat, elkötelezett leszel, és azt mondod, hogy oké, akkor én tényleg ezt akarom csinálni, odaadom az életemet szó szerint, és lássák rajta ugye az emberek, és hát ugye most nézd meg, hogy mivel tudod ezt fölspékelni. Maradsz azon a szinten, mondjuk megvásároltál egy terméket, de azt mondod, hogy én gyorsabban akarok haladni. Van egy közöttetek olyan, aki ugye megvan az indítatás, a cél, a motiváció, hogy mit akarsz elérni 90 nap alatt, de vannak közöttetek olyan, írjatok már ide egy 8-ast, aki hát egy kicsit úgy gyorsabban szeretne haladni. Úgy gyorsabban, hogy úgy hamarabb akar, mit tudom én, megszabadulni a súlyától, vagy hamarabb akarja a fájdalmait, ha van valamilyen betegség, ugye elfelejteni, vagy ha pénzért jöttetek ide, akkor gyorsabban akartak, ugye 8-asok jönnek. Szerintetek mi kell ahhoz, hogy gyorsabban elérd az áhított ugye, célt? Most elkezdesz kapkodni? Hogy jaj, most mit besenjük Pista bácsi, így normális, hogy így gyorsabban kapkodsz, vagy pedig azt mondod, hogy jó, megállok egy picit, minőségi munkát csinálok, és akkor azt mondom, hogy a külső zajt, most súgok, kicsit lenyugtatom, mint egy meditációt, ezt úgy kell elképzelni, és csak azokat az információkat engedem be, amik az épülésemet szolgálják. Na most ugye sokszor ki fogod verni ez miatt a bisztit, mert ugye azt fogják látni azok az emberek, akik hát ugye nem nagyon szeretnék, hogy te sikeres legyél, főleg lehet, hogy a barátaidnak gondolt barátaid nem nagyon szeretnék, hogy te kitűnj, mert ez nekik a személyes csődjük az elárul neked. És ebbe beletartozik lehet, hogy néha a házastárs is, csak úgy halkan mondom, de remélem nálatok nincs ilyen. És hogyha te leülsz ezekkel az emberekkel, és azt mondod, hogy figyelj ide, tudom, hogy nagyon szeretsz engem, tudom, hogy valamilyen úton, módon meg akarjuk oldani azt, hogy akár gazdagabbak legyünk, vagy egészségesebbek, én most elhatároztam, találtam egy olyan dolgot, ami alapján én most el tudok indulni, van egy vízióm, megcsinálok most egy 90 napos programot, de ehhez nekem különböző olyan dolgokat meg kell csinálnom, ami alapján gyorsabban tudok haladni. És az első az, hogy kiszűröd azokat a zajokat, amik kívülről bejönnek. Ugye, hogy lehet, hogy kicsit többet kell most dolgoznod. Azt mondja David Sharp, hogy vagyis David Wood is, hogy először lehet, hogy szétdolgozod a seggedet. Tehát tudod, úgy először lehet, hogy többet kell ugye ott ülni a kis kalatú házadba csinosítani, mert ugye ezt fogják meglátni az emberek, akik figyelnek téged. De csak az elején van így egyébként. Lehet, hogy többet kell hanganyagokat hallgatnod. Lehet, hogy most nem a barátok közt fogod nézni a pároddal, hanem te most lehet, hogy hanganyagot fogsz hallgatni. Itt is meg kell tanulni a kompromisszumot, tehát most ne az legyen, hogy most mindenkit így lelősz magad körül, mert az nem jó. Sajnos én ezt megtettem, tehát ugye szó szerint kiirtottam mindenkit, mert ugye elegem lett. És az egy dolog, hogy én most így jó paszba kerültem, de azért vannak veszteségek is. Nem szeretném, hogyha ti úgy járnátok. Tehát tulajdonképpen kös kompromisszumot a házastársal, vagy a barátoddal, barátnőddel, vagy gyerekeddel, hogy tehát mindenre jusson valahogy idő, de azt lássák rajtad, hogy neked van egy víziód, tudod, hogy mifele mész, ez nagyon kevés egyébként, és hogy tiszteljék azt, amit te csinálsz, és soha ne konfrontálódj, és néha úgy engedni is kell, hogy ugye legyen idő a másikra, és Bodnár Attila barátommal valamelyik nap így beszélgettünk, és
ő is elköveti néha azt a hibát, hogy nem foglalkozik úgy az asszonypajtása, hogy kellene, és mondtam Attilának, hogy ácsi, most a SEO egy kicsit arrébb, menjetek ki, kirándulás, stb. És megfogadtak, és tök jó állapotba jöttek vissza. Tehát ez is a szépségem, majd mindjárt erről beszélek, hogy mi ugye egy csapatba dolgozunk. Tehát visszatérve a gyorsítósávról, kiszűröd a zajokat, kompromisszumokat kötsz, betervezed az életedet, egy picit úgy csináltok ilyen naplót, hogy ugye órarendet, nem naplót, órarendet, hogy a napi szinten hogyan végzed a munkádat, és az szerint haladjál, és meg tudod mutatni majd a partnerednek, hogy nézd csak így, hogy 7-től 8-ig én ezt csinálom, 8-tól 9-ig én ezt csinálom, itt lesz egy pici időm, úgy nézem, hogy te ekkor dolgozol, körülbelül össze tudjuk hangolni, de ekkor nekem nagyon kellene elmennem egy képzésre. Itt blogolnom kell, de itt megint lesz egy pici szabadidőm, itt elmegyünk hétvégén meg wellnessezni. Tehát ezt így össze kell hangolni. Amikor ez megvan, ez az alap dolog, megvan a motivációd, gyorsítósáv, akkor hát most mondok egy olyat, ami lehet, hogy nem fog tetszeni, be kell fektetni. Ez a befektetés az annyit jelent, hogy nézd meg, milyen termékekkel rendelkezel, nézd meg, hogy ha valamilyen eredményt ugye el akarsz érni, van-e valamilyen gyorsító dolog. Például a fogyásnál ugye van egy olyan készítményünk nekünk, ami hát ilyen vércukorszint szabályzó, valami krompikonilát van benne, annyira nem értek én se hozzá, csak szedegetjük, és azt veszük észre, hogy az éhségérzet úgy stabilizálódik, hogy nincsenek azok a fogyósainknál ez a kínzó éhségérzet. Na most, aki ugye fogyókúrában van benne, és nem éhes, ezt be tud tartani egy fogyókúrát. És hogyha hozzátesz egy ilyen gyorsító tablettát, én így hívom, akkor tulajdonképpen gyorsabban le fog tudni fogyni. Na most ez egy pici többletet jelent, ez egy pár ezer forint, és tulajdonképpen ezzel föl tudja gyorsítani a fogyást. Tehát, hogyha nálad is van olyan termék, akár a Nikkennél, vagy nem tudom milyen bizniszben vagytok még benne, nézd meg, hogy egy eredményt mivel lehet gyorsabban elérni. Hogyha egy adott fájdalomra például, többen benne vagytok ebbe a tapaszos bizniszben, én csak így hívom, mit tudom én, nem elég egy tapasz mondjuk, csak most így hangosan gondolkozom, akkor vegyél kettőt, vagy vegyél hármat. Tehát többet, mert gondolom, hogy több tapasz, az úgy gyorsabban az adott területre föl ragaszgatod, gyorsabban érsz el vele eredményt. Vagy mit tudom én, valamilyen méregtelenítő kúrát csinálsz most, akkor nézd meg, hogy mivel lehetne esetleg kiegészíteni. Lehet, hogy a méregtelenítés ugye rengeteg ásványanyag meg nyomelemvesztéssel jár, lehet, hogy akkor pótolnod kell még többet, magnézium, kálcium, nem tudom milyen tablettákon foglalkoztok. És tulajdonképpen lehet, hogy rostot is be kell vinni, vagy olyan ásványvizet, ami még, mit tudom, segít téged, vagy lehet, hogy venned kell egy kondibérletet egy fogyáshoz, hogy mit tudom én, lehet, hogy ez egy 5000 forintos befektetés, de mi vagy elkezdesz kondizni, gyorsabb lesz így a fogyás. Gondolom tudjátok, hogy miről beszélek most. Tehát nézd meg, hogy mi lenne az az összeg, amivel te most egy gyorsítósávra kerülnél. Hogyha mondjuk az Empowert nézem, ugye van a 25 dolláros blog platform, amihez jár egy tulajdonképpen egy olyan háttér magyar támogatás, ami tele van különböző videókkal alapszinten. 8 lépéses alapprogram, például David Sharp elmondja, hogy mit kell csinálnod naponta azért, hogy jól működjön a blogolás. De minden egyes videó alatt ott van egy olyan link, amire ha rákattintasz, akkor belekerülsz egy úgynevezett belső körbe, az inner circle-be, amit tulajdonképpen ha felhasználsz, hát nem harmad, hanem tized idő alatt eléred azt a sikert, amit szeretnél. Tehát, hogyha te most blogolsz, megvan a kalatud, megvan a sikerkifőzde hozzáférésed, hangsúlyozom, megnézed a videókat, átbogarászod, megcsinálod, de van egy olyan indítatásod, hogy oké, én ki akarok tűnni a tömegből, gyorsabban akarom, erre raktam fel az életet, akkor csináljuk tényleg komolyan, akkor tegyél hozzá egy százast. 100 dollárba kerül ahhoz, az, hogy gyorsabban ki tudjál tűnni a tömegből. Írjatok már ide, akinek megvan ez az inner circle anyag, hogy egyetértetek-e velem abban, és egy 10-est írjatok már ide, akinek megvan, hogy fölgyorsítja az egész gondolkodásodat. Fölgyorsítja azt, hogy te hogy tudsz menni előre, és gyorsabb eredményt lehet elérni. Nagyon jó példa erre ugye a Fajta Viktor vagy a Jakab Tündi, akik ahogy megvették ezeket az anyagokat, egyszerűen így elszállt velük
a ló jó értelembe. Mindannyian ott tudták hagyni a munkahelyüket, nagyon rövid idő alatt. Hát ugye tudjátok, a Viktorék meg Vietnámban lubickolnak a medencébe, állandóan onnan jelentkeznek be. Csak azért, mert ők úgy gondolták, hogy ugye a gyorsítósávot akarnak. Na most nézd meg magadnál, hangsúlyozom, mi lenne az az összeg, amivel föl tudnál gyorsítani. Hangsúlyozom, lazán vedd ezt. Tehát ne kötelezőként. Én nem azért mondom most, hogy most mit tudom én, vásárolj, és én mennyi jutalékot fogok kapni, hanem azért mondom, hogy neked legyen ez jó. Ez neked jó, hogyha te gyorsabban tudsz haladni. Én mindig megtanultam a Herbalife-nál is, az Empower-nél is, mindig én voltam a leggyorsabb, aki megvette a friss termékeket. Ha megjelent a Vírusblog Akadémia, rögtön megvettük. Ha megjelent a Team Building vagy a Top Producer Formula, alig vártuk, hogy az Inner Circle meglegyen, én nem gondolkoztam rajta. Én nem azért vettem meg, mert vagy mit tudom én, a főső szponzorom mennyi pénzt kap utánam, hanem azért vettem meg, hogy át tudjam a csapatomnak adni a tudományt. Tehát hogy tudnék én hitelesen beszélni termékekről, és itt van megint visszakanyarodok, hogy legyünk a termék terméke, hanem használnám. Hát így mondanám a fajta Viktornak, hogy Viktor, vedd már meg az Inner Circle-t. Én nem veszem meg, majd elmondod, hogy miről szól. Ez olyan, mint amikor kóbolyok mennek a városba, és akkor menjél már be, barátom, amely félek bemenni a kocsmába, majd ha meghalsz, akkor már megposztullak. Ugye ezt még Tom Kemiltől hallottak ezt a poént, de tehát nem úgy működik a dolog, hogy vedd meg Viktor, és akkor majd elmondod, hogy miről szól, és akkor majd akkor valahogy majd a többiek is megveszik. Értitek, mire gondolok? Tehát legyél te a legelső, aki megveszi a termékeket. Én például a Herbalife-ban mindent teszek. Mindent. Most, hogy felsorolnám nektek, akkor így elszörnyűködnétek. Én nem akarok hazudni, de hogy összeszámoltam, szerintem a 16 év alatt, hát ugye évi 1 millió forintot megettem. Tehát közel 16 millió forintot megettem már Herbalife-ból. Az egy jó, nem? Jó hozzáállás, nem? Azóta nem voltam beteg, nem kellett tulajdonképpen sehova mennem orvoshoz. Azt tudom mondani, hogy egy pici náthán kívül semmi bajom nem volt. Ez egy jó befektetés, nem? Tehát legyetek a termékek terméke. Mindent. Én még a női cuccoknak, tehát a női menstruációs görcsökre való dolgokat is megkóstoltam, hogy ugyan nálam mit használ. Nagyon jó egyébként különböző izomlázóra, csak így mondom, ugye sima izom görcsoldó. Ezt csak poénból mondom, de legyél te a legjobb termékfogyasztó. Nem tudjátok, hogy mire gondolok. Na most, ha ezzel a hozzáállással írod ezeket a blogokat, és ugye most a harmadik nap az arról szól, hogy ugye a blogokat úgy írod, hogy amikor te írsz valamilyen termékről, akkor ezzel a habitussal lássák rajtad a szemednek a csillogását, hogy valami olyanban nyúltál most bele, ami valami nagyon brutál. Tehát ne úgy írd a blogodat, hogy hát én elkezdtem, nagyon jó ez a termék, jó az összetétele, hát úgy látom, hogy valakinek ez használ, én is használom, hát annyira nem jó, de úgy jó biztos, úgy. Tehát nehogy véletlenül ez legyen, hanem lássák rajtad, hogy te ezt a szenvedéllyel csinálod. Ha nincs benne ez a szenvedély, akkor inkább ne csinálod, semmi értelme nincs. Én úgy szeretek olyan hozzáállással dolgozni, hogy úgy lássák az emberek, hogy basszus, ez tényleg komolyan gondolja, ez nem csak egy rizsázik róla, hanem így látszik, hogy hopp, ezt csinálja, eszik, keni, fújja, és segíti ugye az embereket. Hú, de telik az idő. Annyi mindent fölírtam, de hát majd holnap ugye fog tovább folytatni. Na most, amit nagyon fontos elmondanom, hogy mindenki nézze meg, hogyha főleg network marketingben vagytok, hogy ki az, akivel tudsz együtt dolgozni. Ez most egy más téma, de még van egy 10 percem, erről beszélek, mert nagyon-nagyon fontos. Ki az, akivel akár társhálózat, vagy alsó vonal főleg, akivel tudsz együtt gondolkozni. Nagyon jó együtt gondolkozni egymásnak a tapasztalatait, felhasználni is. Minden nap egy olyan fél órát, legalább egy órát ötleteljetek. Ezek a mesterelme csapattréningek, vagy egy ötletelésnek szoktam én. Egyébként a reggeli meeting is így alakult ki annak idején, hogy a Peti barátommal elkezdtünk beszélgetni ebbe a terembe, teljesen ilyen hétköznapi dolgokról, de problémára kerestünk megoldást. És oda bejött az egyik munkatársunk, akart velem beszélni, és pontosan képzeljétek el, arról a problémáról beszéltem, amit őt érdekelt. És hát így alakult ki a reggeli meeting. Egy probléma megoldók voltunk.
Tehát, amit akarok ebben sugallani, nézzétek meg, főleg itt látom, vagytok Tiensből, vagy a, ugye, tapaszos bizniszből is többen, Viktor, szed össze a csapatot, gondolom ezt csináljátok is, rásd össze, és legalább minimum hetente egy ilyen csapattréninget csináljatok. Én ezt is komolyan gondolom, tehát látjátok, én minden nap beszélek hozzátok, minden nap valakivel eszmecserét folytatok, segítünk egymásnak. Ez nagyon fontos, mert fogod a csapattársaidnak is a kezét. Azt mondja David Wood, hogy ez egyik titka ennek az internetes kereskedésnek, illetve internetes munkavégzésnek az, hogy egy csapatot tudsz úgy fogni, úgy a kezüket fogni, hogy tulajdonképpen a tüzet tudod folyamatosan tartani. Voltatok-e már ilyen nagyobb képzésen, mint például a Foreveernek szokott lenni ilyen 20-30 ezeres képzés, vagy Herbalife-nek extravaganzának hívják, ahol 30 ezer ember még Barcelonába összeül, és három napig aztán nyomják az oktatásokat, termékeket, ilyen workshop van. Tudjátok, miről beszélek? Tehát voltatok már ilyen termékes, ilyen nagy workshopon, aki esetleg volt, írom már egy tízest ide, hogy tudjátok-e, miről beszélek. Ez egy olyan képzés, ahol hát egy sportcsarnok méretnyi ember összejön, és hát ugye ott a vezetők társadalmi bizonyítékokat mutatnak, itt a Herbalife nagyon sok fogyást, új termékeket kóstoltatnak meg, zenével, tényleg olyan, mint egy ilyen futball világbajnokság, és hát ugye ezt a rezgést, képzeljétek, 30 ezer ember, úgy egy szívért dobog. Én voltam nagyon sok ilyen képzésen, így jártuk be a világot is. Amikor úgy Jim Rohn képzése után mindenki sírt, jó értelemben, hát azt a rezgést, azt úgy, amikor hazajöttünk, így vittük magunkkal, és akkor, ahogy úgy beszéltünk a Herbalife-ról, az mindenki vásárolt rögtön. Igen, nem csak ez a rezgés, egy idő után úgy rezeg, aztán úgy, hát olyan, mint amikor a tóba beledobsz egy ilyen kis kavicsot, egy idő után rezeg, aztán utána úgy elmegy a hullám. Most ezt a hullámot lehet ezekkel a csapattréningekkel folyamatosan fönntartani. Van egy közületek olyan, aki szeretné, hogy aki egyszer már vásárolt tőle, az folyamatosan vásároljon, és a vásárlóknak is folyamatosan legyen vásárlójuk, és ez így nagyon-nagyon gyorsan így növekedjen. Van egy közületetek olyan, aki ilyen, az egy ötöst írjon már be. Ha van ilyen, akkor ez egyik titka, azt mondja David Wood, hogy a vásárlóidat ne csak megszerezd, hanem meg is tartsad. Ez nagyon-nagyon nagy dolog. Azt mondja Mark Hughes, hogy gondozd jobban a vásárlóidat, és ők fogják a stabilitásodat hozni. Tehát oké, hogy nekünk van egy olyan honlapunk, ugye Kalatu, ami szó szerint beszippantja a friss embereket. De hát emberek, azt meg is kell tartani. Tehát az hogy most egyszer beregisztrálsz valakit, és utána nem tartod a kapcsolatot vele, vagy úgy ott hagyod, hát az úgy meg fog halni szegény. Hangsúlyozom, én is követtem el ezt a hibát, ne kövessétek el. De hogyan tudod ezt megcsinálni? Itt is elmondja David Wood, ezért érdemes az Inner Circle-t megvásárolni, mert pontosan ilyen dolgokat is elmagyaráz a David Wood, és tulajdonképpen erre valók a honlapok, hogy ezeket a kérdéseket is, és a hírlevelekben is ezt megbeszéled. Legyen olyan hírlevél, ami ugye a munkatársaknak szól, ami napi szintű, ugye Zoli szokott kiküldeni, bár most már régen küldött ki, úgyhogy valószínűleg én fogom kiküldeni az én csapatomnak, egy olyan napi szintű videót, ami különböző ilyen élethelyzeteket mutat be, megoldásokat a munkahelyjel. Ez olyan, mint egy építési napló, hogy amikor mi építettünk egy bármilyen épületet, vagy ilyen hidat, vagy bármit, akkor úgy leírtuk minden nap, hogy mit tudom én, ezt a munkafolyamatot most ma csináltuk, a következőt az holnap, hogy vissza tudjuk nézni, hogyha esetleg valami a műszaki átadáson nem stimmel, akkor mi volt az a folyamat, ami esetleg kimaradhatott, vagy bármi. Sőt, ezt videóra is rögzítettük. Ugyanez van itt a Kalatonál is. És ezzel a módszerrel tudod az embereidnek fogni a kezét. Itt már tényleg csak az fog kiesni, aki egyébként is kiesni. Ő meg hagyd menjen azért, azért tudni kell. Na most azért tartottam fontosnak, hogy ezt ma elmondjam még nektek, mert én azt látom, hogy emberek össze-vissza ugrabugrálnak különböző üzletekbe. És valószínűleg azért, mert
nincsenek meg ezek az alapok, amiket én most így ezeken a tréningeken elmondom, hogy legyen elkötelezett a termékfogyasztásban, legyen elkötelezett, hogy tényleg ezt csinálja. Legyen meg az agyába az, hogy ha már becsatlakozott az, legalább az a 90 napot nézze már meg úgy, hogy ez tényleg hiteles tudjon lenni. És ha te még fogod a kezét, és látja azt, hogy minden nap valamivel segíted, mint most én benneteket ebben a reggeli tréninggel, akkor úgy látja, hogy ez valami különbség, ez egy más dolog, jó érzi az ember itt magát. Írjatok már ide egy 9-est, hogy változtok a számon, hogy aki most így jól érzi magát, tehát így őszintén. Ha nem érzed jól magad, akkor írja egy 1-est, legalább tudom, hogy mi van, hogy aki most tényleg kap értéket, így, úgy ezekkel a tréningekkel úgy segített nektek. Tehát, hogyha ezt így érzed, akkor most jó helyen vagy, mert gondolom valamit le tudtál most írni. Látom, hogy Viktorék beírták, hogy mennek a tréningek, tehát itt egy megerősítést kapsz. Tehát fogod az embereknek a kezét. Na most ez okozza a stabilitást. Hogyha nem rohanunk ezekkel a tréningekkel, ezeket így beépítitek. Azt mondja David Sharp, hogy nem elég, hogy meghallod, nem elég, hogy elolvasod, nem elég, hogy látod, és akkor valami, hanem alkalmazd ezt. Muszáj, hogy beépítsd az életformádba ezeket a tréning anyagokat, mert az nem elég, hogy megveszel az inner circle-t. Tehát ne vedd meg az inner circle-t, hogyha te csak úgy nem is tudod feldolgozni. Én hallottam olyat, aki megvette az inner circle-t, és egyszerűen nem jutott el a tudatáig, hogy azzal mit kéne csinálni. Tehát ilyenkor föl kell keresni a főső szponzort, és akár együtt feldolgozni az inner circle-t. Van egy jó hírem, ugye Top Producer Formulának van egy olyan sorozata, amit együtt dolgoztunk fel. Nem tudom, ti voltatok-e azokon a képzéseken, ezek mind megvannak videókban. Ezeket is majd beleteszem ezekbe a blogokba, az új blogba, és meg tudjátok ezeket nézni. Tehát aki természetesen Top Producer Formula csomaggal rendelkezik. Tehát ezek olyan információk, amiket, hogyha tényleg beépítesz az életedbe, és végigcsinálod a 90 napot, és már közben tervezzük majd a következő 90 napot, akkor ez egy életformává alakul ki, látni fogják a ti barátaitok, ismerősetek, leendő fogyasztóitok, hogy te tényleg komolyan gondolod, és ha ez alapján blogolsz, ez alapján írod a blogjaidat, kommunikálsz az emberek fele, egyszerűen sikered lesz, és azt fogod átélni, amit én napról napra átérek, hogy kopogtatnak, csöngetnek, telefonálnak, hogy szeretnék vásárolni. Úgyhogy ezt az érzést kívánom nektek. Hát kicsit hamarabb vége lesz már a tréningnek, már van 10 órakor egy ilyen tárgyalásom, de remélem tudtam adni nektek értéket. Holnap folytatjuk, 8:40-kor már gyertek, jó videókat fog hozni, és ugye 9-kor elkezdjük, és akkor haladunk a negyedik nappal. Úgyhogy sziasztok, az erő legyen veletek, és holnap ugyanebben az időben találkozunk.